Az édesapa és az életművész. Avagy a Szaturnusz és az Uránusz. A Szaturnusz, mint tudjuk, az egy földbolygó, és abban különbözik a többi őserőt megtestesítő bolygó közül, illetve most hagyjuk a bolygókat, és menjünk vissza az őserőkhöz, amelyeket tulajdonképpen ezek az asztrológiában megtestesítenek. Tehát az őserő, a Szaturnuszi őserő, tehát az a felelősség ősereje, és ugyanakkor a memóriái, a koncentrációi, de legfőképpen a határérzékelésé, illetve az arányosságé. Tehát, hogy a tömegé mekkora, milyen tinktúrából, mennyi arányban kell legyen ahhoz, hogy úgymond jól működjön a rendszer, az egészség, és így tovább. Tehát a Szaturnusz az egy olyan őserő, amely tulajdonképpen annyiban különbözik a többitől, hogy ugyanolyan, mint a többi, de ő felügyel is arra, hogy a többi 9 őserő közül egyik se tudja elnyomni a másikat, vagyis egyik se tudja kizárni a másikat, egyik se tudja, vagy egy bolygó csoportosulás, bocsánat, őserő összefogás, őserő csoportosulás ne tudja teljesen semlegesíteni, vagy a negatívá, hogy mondjam, visszajára állítani valamelyik őserőt. Ez történik az egyetemes létezésben. Tehát így ő a nagy felügyelő. Ő a nagy szabályozó, úgymond. Neki mondják a misztikusok, hogy a karma mestere. Tehát nagyon-nagyon finoman dolgozik ő, tulajdonképpen az igazi sorserő az egész, mind a 10, de ő igazából a sorsot irányító, úgymond őserő. Hát ő állapítja meg valahol, hogy a földi tapasztalataink segítségével, tehát mennyi az a spirituális eszencia, a spirituális tudás, az a bölcsesség, tehát az az arányosság, amit a tapasztalataink segítségével, a földi tapasztalataink segítségével, ugye, ki tudtunk szűrni az életünkből, mint quintesszenciát, mint értéket, mint értelmet, olyasmit, amit majd aztán a halálunk után tovább viszünk az isteni létbe. Tehát, és ugyanakkor ő az, aki megállapítja azt, hogy a karmánkból mennyit oldottunk fel, illetve hogy még egyáltalán van-e reménység arra, hogy valamit a karmánkból feloldjunk. Ilyen megmagyarázhatatlan jelenségek vannak például, hogy nagyon-nagyon-nagyon öreg emberek, akik ott sok rosszat nem követtek el az életben, de sok jót sem. Tehát nem nagyon látjuk mi kívülállók az értelmét az életüknek, és ott tovább 90-100 évig is elélnek jól, holott a vitális és mit tudom én, több gyermekes és többet mozgós, többet beszélő és értelmes könyveket olvasó és nem tudom, hogy micsodas művelt, és a többi ismerőseik, barátnőik, tehát generációs társai kihalnak mind mellőlük, és ők még mindig élnek valamiért. Nem tudjuk, hogy miért. Azért, mert még mindig van, hogy úgy mondjuk, a remény valahol, van egy kis lehetőség, még mindig van arra, hogy még valami értelmet felszedjenek magukban, még valamire rájöjjenek, még valami módosítást, pozitív módosítást a mentalitásukba úgymond még felvegyenek, még előállítsanak. Tehát erre a magyarázat rá. Tehát kívülállunk nem látja, hogy semmi értelmét szegénynek már, nyugdíjas már, nyugdíjából ott, ahol éldegélhet már. Már a gyermekei, már az unokái is öregek már, semmi értelme már, semmi, a mi szempontunkból már semmi nagy életöröme nincsen neki, ott éldegél, ott él még a láng benne, meg még mindig van valami, ami esetleg még tud változtatni. Tehát, hogyha annyira nem ellentmondásos, ugye a lelki világa és a szellemi világa és fizikai élete közötti ellentmondás, hogy különösebb betegségei legyenek, akkor ott mind éldegélhet. Mások meg, akik nagy bonvivánok, hú, micsoda élet, romantika, szerelmek, ez az, egyszer csak jön egy kicsit nem is ő hajt olyan sebesen a szuper autójával, jön a másik belemegy, meghalt. Nézzük, mi a csoda bogárért.
Azért, mert ott valamit negatívan az agyában, vagyis a képzeletében, jobban mondva, én is mind mutogatok a fejembe, képzelet, ez ki tudja, hogy hol van. Tehát ott valahol van a képzeletünk, nem? Az auránkban. A képzeletében valami nagyon sötét dolgokat forgatott, és abból már úgy nézett ki, hogy már régóta csinálja ezt a dolgot, és megkapta a figyelmeztetéseket, hogy ne csinálja, és még mindig csinálja intenzíven, akarva vagy akaratlanul, és akkor már nincs remény arra, hogy felébredjen, és valami jókat még felszedjen, valami pozitív következtetésekre rájön az életében, és ezt még be is tudja építeni az általános mentalitásába, és akkor nem, hogy rá nincs szükség, hanem egyenesen veszélyezteti az egész rendszert ezen a negatív, nagyon rejtett, ám nagyon rejtett mentalitásával. Ezért ez van, amikor azt mondják, hogy szegény ember meghalt rákba, pedig a légynek sem ártott. Hát nincs is Isten, ugye? De hogy nem. Aki rákba meghalt, az nyugodt lehetünk, hogy azok rejtetten úgy támadnak, hogy nem igaz. Nagyon agresszívek. Csak még nem elég az agresszivitás a rákhoz, hanem még kell az önámítás is, a hazudozás, hogy amit csinál, az nagyon jó, és az tökéletes. Ő csinálja a világon a legjobban a dolgot, és közben nehezte el finoma mindenkire. Na, tehát az, aki hőbörög, háborog, sizés, kiabás, azt látjuk, hogy milyen agresszív, és közben az már nem, azonnak semmi baja nincs, az köszönjük szépen, jó megvan, mert igazából az nem agresszív. Az kiéli a benne élő vitális energiákat, rendesen, egészségesen, ott, ahol kell, amikor kell, és készen van, és utána jól alszik, és nincs semmi baja. Na, a nebáncs virág viszont az nagyon-nagyon-nagyon is támad, és akkor persze, hogy nem alszik, és alvási problémái vannak, és akkor szedi az altatókat, és akkor persze, hogy már el van kábulva, ott már ott van a nagy hazugság benne, ugye, hogy jól csinál mindent, és akkor aztán előbb-utóbb ami baja lesz. Ha nem lesz rákos, akkor cukros. Tehát az önámítás, vigyázzunk, mert az enyhébb formája az önámításnak, és az önhazudozásnak, és az önárulásnak, és az Isten árulásnak, az a cukorbetegség, és a még nagyobb, hogy mondjam, tehát tökére vitt önámítás, ami nagyon rejtett agresszivitással párosul, az rák. Jó, tehát édesapa, tehát az apa, általában a Szaturnusz az atyaság, az apának a megtestesülése, aki felvigyáz, ugye, aki egy kicsit szigorú, aki egy kicsit elváró, akinek vannak igényei, minőségi igényei, stb. Na most ez a típusú ember nem csoda, hogy kiveszett a társadalomból. Amióta a feminizmus, aminek megvolt a maga szükségszerűsége, fellépett, ugye, tehát hogy a nőknek egyen jogaik legyenek, szavazati jogaik legyenek, nagyon helyes kell, társadalomban bármit, bármilyen munkát elvállalhassanak, stb. Nagyon kell, hogy ne, tehát ez kéz, azért, hogy mondjam, borzalom lehetett ezelőtt egy százan, kétszázan évvel élni, hogy a nő nem tudott partnere lenni a férfinek végső soron, vagy amikor egy olyan férfi fellépett egy az, hogy nekem a nőm az partnerem, elment a társadalomba, és ezt nem lehetett érvényesíteni. Tehát kellett, igenis kellett a feminizmus, csak sajnos átmentünk a lónak a túlsó oldalára. Most szegény Müller Péter ott tart még, hogy még mindig az fájlalja, hogy a nők, hogy a young, hogy a férfi elvette a nőtől nem tudom, hogy micsodákat, stb. Közben nem így van. Le van maradva Müller Péter, nagyon le van maradva. Tátá, fel kell, ébresztő. Mert nem így van. Úgy van a dolog, hogy például én, mint édesapa, mindenütt ki voltam, ezért diszkriminálva voltam. Fasiszta módon bántak el velem, azért, mert a gyermekeimet bocsáttal legyen mondva, a tévejgő anyjuktól meg akartam menteni, és meg is mentettem végül nagy nehezen. De hogy miért én lenyeltem, és mennyi igazságtanságot el nem szenvedtem, azért, mert mindenki itten a kényelmesre játszik mindenki, kérem szépen. Tehát van a másik része a férfi létnek, úgymond az uránuszi, az életművészi megjelenés, ugye, aki a könnyebbre játszik, az firtatja mindig, hogy lehet minél könnyebben valamit megoldani. Ők a nagy feltalálók, ők találják fel a könnyítőgépeket, a porszívót, a mindenfélét, repülőt, mindent, amivel könnyebbé tehetünk dolgokat. Na most kérdem én, hogy sok könnyítő eszközzel és fantasztikus gépekkel, s robotokkal, s minden könnyebb az életünk. Kétségbeejtő, amikor az emberek várják a számlákat, ugye otthon a sárga csekket, amitől Orbán Viktor meg akarja szabadítani a magyarokat.
Kétségbejtő, amikor valamelyik hivatalnok egyet hibázik, és az egész rendszeren végigfut, és észreveszem magamat, hogy úgy kilőttek velem, hogy nem igaz. És nézem, és akkor aztán hivatalnokoknak az első dolga Szaturnusz ellenes, tehát felelősség nincs. Tehát ők, amit a legjobban tudnak a hivatalnokok és a tanárok, az a felelősség elhárítása. Hatalom kell nekik, hatalom kell, ugye, pozíció, hogy jó van, és tőlem mennyi ember függ, ha-ha-ha. A gyermekek, ugye, és a szülők néhogy hallgatnak rá, mert milyen okosokat mondok, és ha nem, akkor baj lesz a gyermekekkel, úgyis nagy baj lesz a liberális koncepciók szerint minden, de amikor valami nagy baj van, akkor hárítanak. Én kérem szépen, már a gyermekeim most már 15 éves medárda, tehát 7 év bőven eltelt, 8 év, ugye én még egy olyan tanárral, tanítóval nem találkoztam, akivel oda megyek, hogy baj van valamiért, és nem csak medárda, mert aztán jöttek, jön Etelka és Turula, Etelkával borzasztó dolgok történtek, harmadik és negyedik osztályban, ugye az életére törtek, én még nem találkoztam egy tanítóval, tanárral, igazgatóval, tanügyi felügyelővel, tehát pedagógussal, aki azt mondta volna, hogy jó, tényleg baj van, jó, nézzük meg, hogy mi a baj, jó, valahogy orvosoljuk. Nem. Azonnal kezdtek hárítani, azonnal a gyermekre, vagy rám akarták enni a problémát. Na, hivatalnoknál ugyanez. Tehát itt a szaturnuszi szellemiség teljesen hiányzik az egész vonalon, de ugyanakkor az édesapától is el van véve, ugyanezt játszódják végül is most már az apák is, mert megmondták, hogy már sehol nem lehet igazuk, ugye, és akkor ők is fogják a magukat, és úgy vannak nevelve már a mai férfiak, nők által vannak nevelve, mert a csonka családokban pontosan ennek a szellemiségnek a következtében, hogy csak az édesanyák lehetnek jó gyermekgondozók, csak az édesanyák lehetnek felelősségteljes szülők, csak az édesanyák, csak az apák azok felelőtlenek, az apák azok kurvások, azok iszákosak, azok tojnak a gyermekre, a családra, és oda, majd nem bébetűs szóval mondtam, oda nyomják a gyermekeket mind az anyáknak, na aztán azok nevelgetnek a fiúkból olyan férfiakat, hogy Isten őriz. Semmiféle felelősségtudatuk nincs, nekik ők arra játszanak, azt tanulják megjátszani, hogy a nőket lehetőleg elkerülni, mert a női szeszélyt és a női furfangot azt úgyse tudják ők úgymond überelni, nem tudják azt felülmúlni, feljátszani, tehát hogyha lehet, akkor ők ottan motort szereznek maguknak, autót, elmennek fotballozni, boxmeccsekre, K1 meccsekre, mindenfelé, csak ne kell nőkkel foglalkozni, mert baj van, kérem szépen az a felivel. Nők le akarnak lelkizni velük, Isten őriz, nem kell, és akkor a lelkizésen keresztül megint az van, hogy beszipkázzák őket a csapdába, és ott meghűítik, és végül leszerelik, és végül is a törvény mindig a nőknek ad igazat. Nincs, nem így van ez, kérem szépen, hogy jönnek egyes liberálisok, most már valami tudományi ága is kifejlődött ennek, szociológián belül elfelejtettem a nevét, a nyáron volt itt egy előadó prof Csíkszeredában, akik ezzel foglalkoznak, hogy férfi vagy nő viselkedés tan, és ebből persze mindig az van, hogy a férfiak mennyire elnyomják a nőket. De kérem szépen, hogy itt nem a nők kényelmére megy ki a játék. Még abban a kérdésben is, amiben itt előadást tartott a csiki anyák meghívására, de egyébként szimpatikus ember, és egy csomó dologban egyet is értettünk, és kivittem az állomásra, ugye annak ellenére, hogy csiki anyák ezt nem akarták Ladámmal, mert kiderült, hogy a csiki anyák azok liberálisak, kérem szépen, és ők azért csiki anyák, és azért vannak egybegyűlve, hogy felelősséget nem akarnak vállalni, ugye, még az apáktól is el kell szedni a felelősséget, hát ők a szülésükért, ugye, akkor tehát nem arról van szó, hogy ők azt szeretnék, hogy szüljenek felelősség teljesen otthon, a saját felelősségükre vagy természetben, mint ahogy tette az első feleségem, ugye, hanem csak azért, hogy úgy nyomorultan, ahogy szeretnek ma szülni a nők, lehetőleg, hogy kivágják, kiműtetik magukból a gyermeket, úgy azért mégiscsak
nagyobb megbecsülést és nagyobb odafigyelést tudjanak kicsikarni és kiszedni az orvosokból, akik ebbe a játékban most a hatalmi pozícióban vannak, akarva, akaratlanul, de ezért nem az orvosok a hibások, megjegyzem. Tehát a nők a hibások, akik, nekiket az orvosok csak kiszolgáltak az évszázadok folyamán, és ide jutott a helyzet, hogy hát ne szabadítsuk már meg szegény nőket, ugye a gyermekfájdalom, a szülési fájdalmakból, akkor fájdalomcsillapítót adtak be nekik, akkor elaltatták, akkor elzsibasztották, akkor... Na most már ott vannak, hogy a generációról generációra ez ártalomszerűen káros hatás, visszahatásként az új és új lány generációkra hatott, aztán a dolog, hogy ma már tudattalanul iszonyodnak a nők egyáltalán, nem csak attól, hogy szüljenek, már attól is, hogy egyáltalán valami kerüljön a hasukba, vagyis a méhükbe, hogy magzat kerül nekik már. Én találkoztam ilyen esettel rengeteggel, ugye, hogy már az a gondolat is idegesíti, hogy belé valaki, valami idegen test kerül. Tehát a magzatot megfogalmazza, egy idegen személy ott, amit keres benne, valami béka adta, hogy a csodában van ez. Na ide jutottunk, ez a sok irracionális dolog, amit a természetből kivettünk, úgymond pragmatikus racionalizmussal, az így hatott vissza. Na de én most nem az otthonszülésekről akarok beszélni, hanem erről a nagy problémáról, hogy a nők kiirtották valósággal a férfiasságnak az apai részét a társadalomból, a közösségből, az átment a dadáknak, gyermekeket el kell vinni bölcsődébe, a nőknek is kell dolgozni, hát minél hamarabb szerencsétlen nőt meg kell szabadítani a gyermektől, és el kell vinni a dadák, átvették akkor a felelősség szerepet, átadták az óvónőniknek, tehát ma már a férfi nem nevel, kérem szépen. Szó sincs arról. Még csak nem is gondolsz, de nevelni aztán semmiképpen. Nem szabad neki nevelni. Miért? Mert jön neki, hogy egy kicsit férfiasabban neveljen, hogy egy kicsit férfiasabban szigorúbb legyen, hogy elváróbb legyen, hogy igényesebb legyen a gyermekével szemben. Erre fel az anyuka, aki a magáénak tekinti, mert ő a hasába, ő hordta 9 hónapon át, ő szenvedett meg kinkeservesen szüléskor, ugye magának tekinti, a maga objektumának tekinti a gyermeket, hozzá nem mer nyúlni, meg kikaparom a szemedet. Hogy merészelsz a hangodat felemelni a gyermekkel szembe, a gyermekemmel szembe, én szültem. Igazat ad neki egy nagy tudományág, a pszichológia, a pszichopedagógia, a gyermekkel szemben nem szabad hangot felemelni, nem szabad szigorúan bánni vele, mert ez váltja ki belőle, ez teszi őt agresszívá, egy fészkes felét. Tehát a gyermek úgy érkezik már, vagy agresszíven, vagy nem agresszíven, vagy akkor más baja van, egy csomó baja van, egy csomó nyavajája van, egy csomó karmája van neki, kérem szépen. Nem az apának a fegyelmező, szaturnuszi leállító, megállító, lefékező magatartása teszi a gyermeket egyáltalán agresszívé. Tehát a lényeg az, hogy ettől kezdve aztán, mikor ez megismétlődik esetleg néhányszor, mert szegény férfi mégis annyira hülye, hogy nem akarja magát hagyni, és akar élni az apai jogaival, vagy mit tudom én, apai elképzeléseivel, akkor elválnak tőle, és akkor meg van határozva, hogy lehetőleg minél kevesebbet, vannak jogok, de nem mindegyiknek jut eszébe, hogy avval lehet élni, hogy legalább 2 hetente lássa a gyermekeit, de hiába látja 2 hetente, mert úgyis a felelősség ki van véve a kezéből. Én látom a kicsi Rékámon, aki a 3 gyermek végülis hozzám került, és a legkisebbik az anyukhoz, mert akkor már kicsi volt, amikor az anyuk úgy gondolta, hogy neki el kell menni, családot itt kell hagyni. Szerencsémre, óriási szerencsémre a nagyanyja, a volt feleségemnek még él, és az egy keménykezű, erős, csángó székelyasszony, akivel maximálisan az egész családjából vele egyedül élek, teri mamá, ha egyet tudok érteni mindenben, és Réka nála van, és ő nevel is, ő kezeli. Mert másképp én, amit tudnék tenni, az a nulla lenne az képes, hogy a volt feleségem az anyjával együtt liberálisan mit csinálna ebből a gyermekből. Szerencsére mondom, nem tudják. A sors úgy hozta, hogy úgy látszik az én gyermekem névén, valahogy emőnek nem jön neki a dolgai soha, sem pénzügyileg, sem másképpen, és akkor oda kell adja a
dédnagymamához, és abban azt nagyon jól tudják, hogy cirkuszt csinálok, abban azt abszolút nem egyezek bele, hogy levigyék falura a nagyanyához. Nem a falu miatt, hanem a nagymama miatt, aki egyébként nem falusi asszony, hanem egy elnevelt, idióta, liberális istenőriz, felelőtlen fehér nép. Na, tehát nem tud az apa beleszólni a nevelésbe, kérem szépen. Elvált családok esetében, ahol 99%-ban az anyának ítélik, én egy nagy kivétel vagyok, amely erősíti a szabályt, úgymond, és harcoltam ezért kőkeményen. Tehát olyan eseteim vannak, hogy teljesen biztos vagyok benne, hogy sokkal jobb szituációban levő apák, akiknek van pénzük és ismeretségük és politikai befolyásuk, minden, és nem kapták meg a gyermekek fölötti gyámságukat, hiába harcoltak érte, mert nem ugyanazzal a hittel, nem azzal a metafizikai, spirituális tudással álltak hozzá, mint én. Na, lényeg az, hogy ilyenkor nem kerülnek hozzá, és már egy évszázada, hogy ez történik, hanem több a vállások is, hogy az anyához ítélve a gyermekeket, tehát kinyelveli a mai fiatal férfiakat is, nagyjából nagyon ritka, amikor apuka neveli őket, ugye, vagy apukának van igazi, tényleges, tetleges, és ott, ahol kell, és akkor, amikor kell befolyás a gyermek erkölcsi nevelésére, erkölcsi világképére, az nagyon-nagyon pici, nagyon-nagyon ritka. Tehát ezért is, de másért is, mert mindenki hatalom éhes azért valahol a társadalomban, akármilyen közszférában is dolgozik, ugye, azonnal, tehát átvonodva az apai nevelői szerepkör, átvonodva, mondom, a dadáknak, az óvónéninek, a tancinak, átvonodva, fű, az micsoda kemény ember a tanci, aztán tancikot nehéz aztán azokkal. Bár én keményen meg kellett mondjam, hogy legyen világos, hogy az enyém a felelősség végső soron. Úgyhogy ne próbálj engem lekörözni a gyermek előtt. Tancik, utána jönnek a tanítók, az osztályfőnökök, jön a pszichológus persze, aki föltétlenül már másodikos korában szexuális órát akart tartani az izének, és tartott is Csíkszeredában, művészeti liceumban. Jön mindenki, jönnek a sporttanárok, akik megint annyira felelőtlennek, hogy Isten őriz, és az édesapának a szerepköre, nevelés szerep befolyása a gyermekre nincsen. Kiveszett, kérem szépen, az apa. Olyannyira, hogy már a férfiak sem akarnak azok lenni. Nem akarnak édesapák lenni. Olyan értelembe vettem, hogy a felelősséget a gyermekért teljes mértékben, úgymond, magukhoz venni, és ezzel élni, és nem visszaélve, ugye a gyermeket felnőtt korig elkísérni, főleg abban a korban, amikor legérzékenyebbek, tehát úgy 12 éves kortól 18-19-20 éves korig, akkor van a legnagyobb szüksége az apára a lányoknak. Látom, hogy akkor kezdenek hozzám a leginkább ragaszkodni. Pici korukban abszolút nem. Milyen Bodó Attila szabadságművész és szabadúszó művész és szabaduló művész és szabad gondolkodó meg is állapította, hogy a kisividő nem ragaszkodik hozzám, sőt, idegenkedik a testi közelségtől. Na most látnám egy, hogy állandóan el kell zavarjam a rajta a mászkás, a szobában lenne állandóan. Mindegy. Van neki egy természetes kör, amikor mi vagy én természetesen viselkedem, és nem úgy, mint a nem cukizok, nem dédelgetem, és nem cupogok neki, stb. Nem férfiasan viselkedem, és akkor még nézte, hogy mi a helyzet velem. És most már ez tetszik, és egyre vonzóbb lesz számára. Na, a lényeg az, hogy nem tudják, egyszerűen nem értik, hogy ez egy érték. Nem értik az emberek, a férfi emberek, a mai férfi emberek, és hány panaszkodó levelet nem kapok nőtől, hogy nem férfi a férje. Nem férfias a férje, de mikor kicsit visszakérdezek, kiderül, hogy fiatal korában ő szerelte le, amikor is ne hagyta, hogy az édesapjai funkcióját betöltse. Akkor a gyermekek, kamaszok vagy már nőnek kis, már kicsit kellene neki is egy kis férfiasság még azért, ugye? Már le van szerelve az apuka. A kettő összefügg. Kérem szépen, a férfiúi férfiúi potencia, a potencia, a férfiasság, a szexuális potencialitás, és az, hogy mennyire hagyod, hogy apa legyen, édesapa legyen a férfi a háznál, a gyermekeid apja, vagy legyen akár nevelő apja, az összefügg.
a férfiasság kiélésének az érzete, minél jobban meg tudod élni egészségesenben, arányosan, hülye szót fele, ezért fogalmat használtam, kiélés, nem kiélésről van szó, megélésről van szó, tudatos megélésről van szó, annál inkább, akkor annál kevésbé, mitől prostanta bántalmasak, könyörgök ma a férfiak? Nem tudják az apasságukat és a férfiasságukat még a felelősségükkel szemben sem megélni. Minap láttam egy filmet, egy amerikai-orosz komprodukciót, és az megjelenik második Sándor Császt, orosz cár, ugye? És ottan a hölgy, a feleség, hogy hát azért miért ültetted fel a lóra, mert a gyermeknek nem szabad, még csak 7 éves, és nem szabad neki izgalmakban részesülni, mert akkor nem tudom, hogy mi lesz beles. Erre oda szól neki a cár, hogy azt mondjam, hogyha a maga utasításait követtem volna, még máig nem lenne gyermekünk. Na, tehát itt az van, hogy ami kényelmes, ami kellemes, ami szép, ami langyos, ami meleg, ami élvezetes, az mind a nőiességhez tartozik, a szeretethez, ugye? A yang, a befogadó, az áldozathozó kellene, hogy legyen, de nem az, ugye? A szeretetteljes, az odaadó, a finom, a melegség, az élvezet, ők a megtestesülésítésének ennek. Az könnyű szeretni, kérem szépen. De éppen ma írta meg a párom, vagy a tegnap se elküldte nekem e-mailben, mert most nem vagyunk éppen egy helyen, hogy ez még nem szeretet a nő részéről, ez még nem a másság elfogadásának a szeretete és az elfogadása, amit a liberálisok úgy olyan fennen hirdetnek, mert a férfiasság másságát az Istennek nem akarják elfogadni. Az, hogy a férfi legyen céltudatos, a férfi legyen egyenes, nyílt, világos, tisztességes, elváró, igényes és így tovább, felelősségteljes. Ez nem jó, mert ez már zavarja a nőiséget. Ez már kényelmetlen, ugye? A kényelmetlenség inkább már, és elviselés inkább a férfi szférához tartozik, az már nem jó. Tehát minden, ami jó a társadalomban manapság, az arra könnyű rámondani, ami édes, ami cukros, ami rózsaszínű, ami édeskés, kellemes, biztosított, biztonságos, meleg, stb. Stb. Az a jó, ugye? Akkor csodálkozunk, hogy egyesek elmennek extrém sportokat űzni. Mert már annyira nem bírják ezt a sok cukros, rózsaszínű jót. Amit itt felhalmoztunk a különböző gépekkel, amik megkönnyítették a munkát, úgymond ennek segítségével, hál' Istennek a nők egyenlővé lettek a férfival, de most már egyenlőbbek, hogy mondta Fofi Géza, hogy vannak egyenlőbbek, és vannak még egyenlőbbek. Na most a nők kezdenek még egyenlőbbek lenni, mert kiderült, hogy az nagyon érték, kérem szépen, és ezt most már a leszerelt férfiak is elszvallják, akiket már anyuka leszerelte, már otthon leszerelte anyuka, keresztmama, nagymama, nővérke, mindenki leszerelt a férfiasságáról. És már ők is azt vallják, hogy, és ezek a liberális marhaságokkal jönnek, hogy az az érték, csak a nő az képvisel értéket, mert ő tud szeretni, a férfi nem képvisel értéket. A férfi arra jó, hogy zsákmányolja ki még jobban a földet. Na ez a negatív Szaturnusz, ugye? Ez aki nem az édesapa, aki nem tud hosszú távú következményekbe gondolkozni. Elnézést, de itt valami nekem állandóan bekandikál itt a... Itt zavar engem a látásomban, remélem, hogy kijött. Tehát a probléma az, tehát, hogy ami jó, amit jónak látunk s vélünk, az mind, és amit a liberálisok nyomnak, hogy az mind a női része az életnek s a létnek. És ezért kérem szépen az, hogy valaki felelősségteljesen is, erélyesen felelősségteljesen is, korrupció ellenesen viselkedjék, az kész katasztrófa. Mi történt a mi iskolánkban például? Van egy gyermek, aki Medárnának osztálytársa, aki nem tudom, hogy honnan jött neki az, hogy Medárna menjen el abból az iskolából. Most rájöttem, hogy mi volt az oka, hogy miből gondolta ezt, hogy úgy kellene. Medárdát én arra tanítottam, hogy ne ilyen olyan nyomorultan, ne legyenek olyan nyomorékok az iskola éveim, mint nekem. Tehát, hogy ő
ő lehetőleg legyen jó tanuló, ugyanakkor legyen kreatív, kombinatív, nyitott, és a tanárokkal beszélje meg, ha valami baja van, kérdezze őket, mert válaszolnak, ha ők kérdeznek, szívesen válaszoljon, és próbálj minél értelmesebb válaszokat adni, és még ő kérdezzen vissza, és hogy, hogy tanárokkal kollaborálni kell, tehát hogy nem ellenségek a tanárok. Na most ez a fiú úgy képzelte valamitől, és az egész osztály végül kiderült, hogy ugyanazt játszodják, amit én bunkó fejjel annak idején, ugye, hogy végre volt egy lehetőségem ott férfiaskodni az anyám mellett, ugye, hogy a trógereket kiszolgáltam, mert én kicsi nyomorult idióta voltam ott a román iskolában, nem is tudtam jól románul, még nem is nőttem elég nagyra, amikor többi tróger nagylegény, aki már mi meg van halva egyébként, valamit kitaláltak, hogy lógni kell órára, stb., akkor én is voltam, ne. Hát kész. Na most a lányomnak ne legyen ilyen hülye idióta, mint amilyen én voltam, hát legyen egy értelmes ember, ugye, és a lányaim közül egyik sem. Hát utána aztán egyetemen megtanultam kollaborálni a tanárokkal, és milyen jó dolog volt tudományról beszélni, és tudományfilozófiáról tanárokkal, stb. Nem? Meg főleg filozófia tanárokkal, vagy irodalomtanárokkal. Bejutottam az egyetemre, már nekem volt verses kötetem. Akkor úgy kezeltek egyenlő férként az egyetemi tanárok. Nagyon érdekes volt ez a helyzet. És az jól esett, kérem szépen. És az egy sokkal értelmesebb dolog, mint hogy azt játszodni az iskolában, hogy milyen diák csínyeket tudunk kieszelni a tanárok ellen. Na most ez az osztály ilyen liberális, ilyen szerető, ilyen nőies nevelésben részesült, úgy látszik, hogy több volt az anyuka, mint az apuka, a szülők között, meg a kényeztetés maximálisan, úgyhogy még olyan volt, hogy 8-ban végeznek, tavaly végeztek, hogy hát akkor gyermekek el kell menjenek bulizni valahol. Én nem is voltam azon a szüli hétre kezdete, most derül ki, hogy az én lányom nem is volt ezt ágában, még meg sem mertett talán kérdezni, hogy többiek elmentek, kérem szépen, 2 napig a maguk fejétől 15 éves kis suhancok valahol egy szállodába, Hargita tetején 2 napot és éjszakát eltöltöttek ott együtt bulizgatva, piálgatva. Na, hogy az egyik anyuka, ennek az édesanyja egyébként, akiről szó van, felajánlotta, hát, hogyha igen sok az a szállod, akkor ő felét kiteszi az egész összegnek. Na most ez a gyermek, és még néhányan úgy nézték, hogy medára nem közülük való, mert nem játszik a tanárok ellen, nem játszik az iskola ellen. Na most ez hírhet osztály lett aztán a végén, úgyhogy 7. osztályban össze voltunk hívva a szülők, hogy mit csináljuk, mert a tanárok már nem mernek, és nem akarnak bemenni, mert nem tudnak fegyelmet tartani, valamelyik bement beszélni egy diákkal, és radírra a fején dobták, tanárt, és így tovább. Hogy mit csináljuk, és akkor jött az igazgatónő, hogy szegény gyermekek frusztráltak, valamit ő frusztráltak. Hát mondta, hogy attól, hogy nem kaptak elég pofot gyermekkorukban. Nem, akkor felállt az egyik szülő, hogy te, vagyis épp az a baj, hogy túl nagy a tekintélyelvű nevelés még mindig. A tekintélyelvű nevelés az, ami a gyermekekből ezt a agresszivitást kiváltja. És itt tovább. Nem tudom, lazítottak ezen a tekintélyelvű nevelésen, mert még rosszabb osztály lett. Úgyhogy annyira, hogy 8-ban már örventek, hogy meg tudják őket felvételi vizsgán vágni, ezért szurkoltunk és keményen tanultunk medárdával, jusson be is jutott 5-nek. Kérem szépen, de néztük, hogy tényleg ezek a trógerebb gyermekek, akik őt aztán kiközösítették, tehát egy külön Facebook csoportot hoztak létre, amiben titkos volt, titkos jelszóval lehetett csak bemenni, ő arról nem is tudott, nem, hogy még egyáltalán be akart volna menni, nem is, teljesen kihagyták, és mutatta az egyik a barátnőmnek a fia, hogy nem mi van ott, megadta a titkos jelszót, bemondtunk, mentünk, az egész arról szólt a titkos társaság, egy egész osztálynak a titkos Facebook oldal rendszere, hogy Medárda micsoda egeci, micsoda. Ezért csinált is valamelyik kedves osztálytársnője egy ön szerencsétlen fényképet, amit rólam is sok készült ilyen bármelyikünkről, hogy mit tudom én, fénykép furcsán éppen pillant az ember, mit tudom én, egyet mosolyog, félre sikerül éppen, és akkor ilyen idióta hülye gyerek.
ábrázata lesz tőle. A Medárdáról készítettek egy ilyen fotót, véletlenül, mit tudom én, úgy sült el, azt használták, oda kirakták, és mind arról szólt, hogy micsoda idióta gyermekem van nekem. Tessék elkezdeni. Na, és micsoda gyenge, és micsoda hülye, liba, mit tudom én mi. És ennek ez a gyermek volt a főkolompos, tehát a szervező és a rendszer gazdája és az irányítója ennek az egész csoportnak, aki végülis kihullott ott a messze vonal alatt. Na most kérem szépen, örventünk, hogy ez a Lacika nevű gyerek nem lesz ott közötte, annál is inkább, mert csodálkoztam, aztán valahogy felhívtam az anyját, mert ismertem régebbről, járt valamikor hozzám előadásokra, hogy mit tanulhatott, nem tudom, de a Szaturnusz nem nagyon, ugye, hogy nem tudom mit csinálni, mert az apuka nem áll hozzá, mindegy. A lényeg az az, hogy akkor ezt az oldalt megszüntettük, mert felhívtam az osztályfőnököt, és a gyermek, figyeljük meg, ahelyett, hogy azt mondta volna, jaj, bocsánat, tévedtem, nem akartam, titkolta, és azt hitte, hogy biztonságban van, hogy nem, és közben lefényképeztük az egész oldalt. Letagadta, hogy ilyesmi is létezett volna. Kinyomtattam, és oda vittem, tessék megnézni. Úgyhogy már most ilyen mafia szerűen, hogy azért, hogy az apád ne 72-es, de ugráljon, írt a lányomnak, mert hamisan vádol, mert nincs semmi, és nem is csináltam semmit, stb. És közben le volt fényképezve az egész dolog. Na, a lényeg az az, hogy kihullott messze vonal alatt, ezt a gyermeket kérem, hogy ne visszadugták. Na most annyit tudunk az egészről, hogy ez az anyuka a Magyar Követségen dolgozik. Az apukáról meg én csak annyit láttam, hogy kíváncsi voltam, hogy mégis ki ennek az apja, hogy ennyire elvetemű gyermeket nem vesz észre magát, hogy tulajdonképpen a gyermekével túl ki, annak lesz baj a későbbiekben. Tehát, hogyha így ennyire elereszték, hogy ott nem volt ideje megvárni az ünnepséget, odaszólt a barátjának, aki szintén szülő lehetett, vagy ki gyere, menjünk, ígyunk meg, vagy két vodkát, mert unom én ezt az egészet itt. Na most kiderült, hogy ez egy nagy gazdag ember, valamit repülője van itt, nyáron röpköd a város fölött, stb. Na most ahelyett, hogy röpködnek, kérem szépen, kicsit nevelte volna meg a fiát. Hogy az ne verekedjen a lányommal, mert ezt csinálta, verekedett a lányommal. Fiú létére, bokista létéres, kingboxol, stb. Is tudta, hogy medan is karatezik, és aztán összeverekedtek. Tehát, és olyan nagy fiú, kérem szépen, és vissza van dugva, és a többiek látják, és akkor persze, hogy megtudta az egyik apuka, akinek a fia vonal alatt esett ki, a cirkusz csinál, csak azt is fel kellett venni. Az is egyébként egy kicsit elereszte gyermek, ha bár egy régi jó barátomnak a fia, de sajnos eléggé el van az is engedve. És akkor ezt látják, kérem szépen, ott a gyermekek, hogy hiába, hogy ők harcoltak, sok drukkoltak, sok keményen tanultak, féltek, hogy bejutnak, nem jutnak be, akik bejutottak be, úgyis utána még utána dugnak, vagy kettőt, hármat, négyet ottan korrupcióval, kérem szépen. Hogy a magyar követségen dolgozik, állítólag a magyar követ szólt be a tanügyhöz, hogy lehet ilyesmit, hogy a magyar követség a román Hargita megyei tanügyhöz beszólt, hogy ennek a fiát vissza kell rakni, be kell engedni oda a csoportba megint bandavezérnek. Mert még azt mondja Medárd, hogy még valamilyen tejben megkapnak ezek ilyen ingyen tejeket, vagy kaptak a tavaly még, valami orvosságokat keverték, és azt itták drogként. Vagy tényleg szereztek drogot, nem lehet tudni. Na most persze, hogy fel vagyok háborodva, és azt kérdezem én, hogy hol van az apai felelősség, nem csak az illető kölyöknek az apja felől, hanem a magyar nagykövettől elkezdve a tanügyig és az iskolaigazgatóig, hogy gyermekek, akik látták, hogy a társaik vonal alatt kihúltak, azok megjelennek nekik újból osztálytársként. És akivel megbeszélték otthon, mint gondolom én is Medárdán, hogy na Lacikától megszabadultunk, azok megjelennek most banda vezérként, és még mindig a volt osztályfőnökük ellen merényleteket követnek el a matek tanárnő ellen, és így tovább. Tehát ez, amiről én beszélek, az atyai szellemnek, a felelősség szellemének a hiánya az egész vonalon. Lehet a magyar nagykövetnek akárhány fias, lehet a polgármesterünknek 5 gyermeke, és nem tudom, hogy kicsodája, bocsánat, fia, 5, nem tudom, hány gyermeke van
a nagykövetnek, vagy nem nagykövet, vagy micsoda, nem nagykövet, konzul, nem tudom azt mondanak, minek mondják magyarul, ugye a konzulátus van itt Csíkszeredában. A felelősség szelleme hiányzik minden önnél, az is fiatalabb ember, mint én. Jóval, hiányzik a felelősség szelleme, az apaság szelleme, ami micsoda, és erről szeretnék beszélni. Hogy mindenki, amikor meghallja, akkor ráz a hideg, akkor frász, akkor nem kell. Tegnap is próbáltam beszélni egy társaságban itt rólam. Nem, mert hogyha mindenki csak arra tud gondolni, hogyha az ember rendesen mellé áll, és figyeljünk oda, mert nem mindenkinek van fiú gyermeke, vagy akinek nincs gyermeke, könnyű pofázni, főleg azoknak könnyű pofázni, mert általában azok. Mert ilyen helyre kerültem, és ilyen helyzetekben, hogy emberek tanítanak engem, hagyjad, mert úgyis ilyen zsiktér, én is milyen nagy troger voltam annak idején, és mégis megvagyok, és látom, hogy hogy vannak szerencsétlenek. Család nélkül, minden nélkül, éppen nem elmebetegen, sem megvagyok mégis, mert én is kell annyi diácsiny, hogy ne. Kérem szépen, nem kell az, hogy a matek tanárnő alól kihúzzák a széket egy izével egy kötéles, az akkor hanyat esik, és akkor mit tudom én, mik vannak. Ilyeneket vagy elkötik az ajtót, vagy az ablakhoz kötnek, nem tudom mi. Nem kell ilyesmi. Ez már nem diákcsin, kérem szépen. Egy egyedül álló nővel szemben. Na. Aki 8, tehát 4-től 8-ig kínlódott velük, se elkísérte, és teljesen ingyen azért adminisztrálta őket, úgymond. Még hogyha nem is volt, nem tudom, hogy milyen nagy, nem szuper, ezért nem erélyes asszonyként nem tudott fellépni, ez volt a baj a szegénynek, mert egy gyenge kis kicsi hölgyecske, aki viszont jó matek tanárnő, és ugye az a matek az nincs úgy bevezetve az iskolába, hanem egy kényszerű, gonosz, valami ördögtől való tantárként áll a gyermekek fejébe, amit csak arra jó, hogy felvételizzünk vele különböző egyetemekre, és egyébként akinek nem kell, az főleg a művészeti iskolába frásza van tőle, ugye, és akkor a tanárnőt meg kell viccelni. Na most annyira ment, hogy az új osztályfőnöknő az nem vállalta. Ez egy keményebben fellépő, igényesebb, úgymond erélyesebb nőnek nézett ki. Na most, amikor látta, hogy ezt csinálják a volt osztályfőnökükkel, amikor látta, hogy ő szolgálatos, és ki akart két diáklánya menni az iskolán kívül, mikor már régóta ki volt hirdetve, hogy nem szabad kijárni az iskolából, nem engedtek ki őket, fogták magukat, és kiszöktek a kerítésen. 9-es osztály. Fél felnőttek. És persze azért olyan szoknyákban tudnak járni, a pucájuk majd kilátszik a bugyjuk az évből, olyan comb középen felül szoknyákban, meg piercinget tudnak az orrukba rakni, amikor iskolán kívül vannak, meg mit tudom én, körmű ki van festve, és így tovább. Mert ők felnőttek, ugye, tehát ott vagyunk, hogy ez a liberális koncepció, ami teljesen apa ellenes, ugye, hogy apaság ellenes, hogy az élvezetet meg kell adni már minél hamarabb a gyermekeknek, már kicsi koruktól. Élvezet felelősség nélkül, hogy az a legjobb dolog az, hogy nem tiltasz a gyermekedet semmitől, mert ettől félnek a liberálisok, hogyha én komolyabban és szigorúbban foglalkozom a gyermekkel, az kényszernek vélni az egészet, és elszökik, mert nekik csak annyi jut eszükbe a szabadság, a szabadulás. Valami nem tetszik, ez az uránusz, negatív uránuszi magatartás, hogyha valami nem tetszik, elszaladok, eltűnök, elmegyek, elfutnak, a gyermek elmegy otthonról. És persze főként ott azokban a családokban, ahol el vannak válva, ugye akkor van a tingli-tangli, hogy futok a másik szülős, akkor azt se tudja, hogy melyik hogy csalogassa magához, és hogy kényeztesse, és az aztán teljesen tönkre teszik. Ebből is van példám elég, hogy édesapa azért, hogy ne fizessen gyermektartás, magához hűíti a kislányát, akivel aztán szarik rá a nevelésére, bocsánattal legyen mondva, és a szegény gyermek élvezi, hogy most már az apja udvarol neki, hogy az anyja fölé van helyezve, és most már felnőtt számban van, mert mekkora hatalom került a kezébe, és már nem akar visszamenni az anyjához, mert minek, hát itt, mikor ő tud felnőttként tárgyalni az anyukával 15 éves, akkor miért menjen vissza, nem? Akár mennyire el van hanyagolva, s ott csatangol az utcákon, mindegy, az apuka alig van otthon, nagyanyára van bízva, akiről panaszkodik, hogy mindegy, lényeg az, hogy az úgy abszolút nem jó helyzet. Tehát, na most ez sem apa, nem az édesapai
érzelmek miatt csalta magához a gyermeket, hanem az csak azért, hogy ne kell gyermektartást fizetni. Ma akkor maradt egy gyermek anyukánál, egy gyermek apukánál, akkor nem kell gyermektartást fizetni. Rettenetes ez a felelőtlenség, hogy mikor abban látjuk, hogy én ne fizessek a másiknak a gyermekemért. Ugye, akihez viszont büszke, hogy neki van lánya, meg mit tudom én, vagy tehetséges, vagy szép, vagy mit tudom én miért, de egyáltalán. Vagy hogy a másik elmondja, hogy ő az apja, vagy az anyja. Nem ez az emberi kapcsolatok eszenciája. Az emberi kapcsolatok eszenciája az, hogy én igyekszem minél nagyobb mértékben megváltódni, minél nagyobb mértékben úgymond felelősségteljesebb életet élve, úgymond harmonizálódni a szellemi világomat, a vízió világomat, az erkölcsi, a tudatos világomat és a tudattalan világomat, az ösztön világomat egységbe kapcsolni, és a külvilággal való kapcsolatrendszeremet egyértelműsíteni és világosítani, hogy én ez vagyok, és nem egyéb, engem ne tessék összetéveszteni, sem banditával, sem izével, egyébbe, sem kurvával, sem mit tudom én, könnyűzene énekesre, hanem én ez vagyok, aki vagyok, és készen van, vagy a könnyűzene énekes, az ő dolga, ő az. És az, és nem egyéb, ugye? Tehát ne legyen zavar, mindenki játszódjon világosan. Ez az egyik törekvés, és a másik az, hogy az elérjem azt, hogy a gyermekem, mikor felnő, könyörgöm, ne kezdjen az életet olyan szerencsétlenül, mint én, aki azt se tudtam, hogy ki vagyok, hogy román vagyok-e, vagy magyar vagyok, vagy fiú vagyok-e, vagy leány vagyok, mert az anyám leánynak nevelt. Tehát, hogy tudja, hogy kicsoda, és micsoda, és mit kell kezdeni az életbe, és legyen egy tartásos. Nézze meg, hogy a 10 parancsolat az mire való, hogy az nem egy hülye, ez nem parancsolat, hanem az egy bedekker. Az egy segítség neked, hogy ha nem akarsz elbukni az életbe, akkor tartsd be azokat a nem előírásokat, hanem figyelmeztetéseket. Felhívják a figyelmedet, hogy azt jó csinálni. Jó szeretni az Istent. Jó dolog, nagyon jó dolog szeretettel élni, szeretetből élni. Szeretetet áramoltatni, szeretetet kapni, nagyon jó dolog. Erről szól a 10 parancsolat, hogy nem kell lopni, és nem kell hazudni, és nem kell erkölcstelenkedni. Hogy az miért egy borzasztó, külső kényszerként élik meg a liberálisok és mindent, és mondom, hogy ahol csak beszélek arról, hogy egy kicsit erkölcsesebben illene hozzáállni az élet kérdéseihez, és akkor nem lehozzá panaszkodni tudnak, amikor nincs gyermek, vagy elment a gyermek, vagy stb., hogy hol van a gyermek, vagy mi lett vele, ugye? Akkor lehet panaszkodni, de hát a gyermek kell érezzen valami biztonságot, valami logikát kell érezzen a teli életedben is, és akkor marad, és akkor hozzád igazodik. Mert mindenki azt képzeli, hogy én nem tudom, azt mondják, hogy ez a Hüvi Attila is elkezdte, ez a Budó Attila Gyergyóból, hogy én ki tudja, micsoda nagy terort vezettem be a gyermek. Mindenki azt hiszi, jaj, hogy nem szabad, mert az még rosszabb, hogyha terrorizálod a gyermeket, akkor még inkább elszalad, még mindig elrohan, eltűnik, ami baj lesz vele. Tehát akkor inkább engedjük. És akkor inkább feltömjék a lányokat fogamzásgátlókkal, seresszed ott a né. Vigyázz magadra, vigyázz, mert a fiúk kitolnak veled, de azért, hogyha nagyon megkívánod, azért mennyi, belemehetsz, mert aztán mit csinálják, neked is van véred, vannak neked is hormonjaid, stb. Tehát élvezet maximális és felelősség nulla. Erről van szó. Szaturnusz az egész vonalon kikapcsolva, pofáznak felelősségről a vezetők, s a mit tudom, diplomatás, mindenki, s a politikusok, és nézzük meg, hogy mit csinálnak, kérem szépen, hogy itt megbolondítottak egy egész osztályt, sőt két osztályt, vagy mit tudom ki, ott mindenki tudja, hogy ott bedugtak most gyermekeket oda abba az osztályba. És az osztályfőnöknő nagyon helyesen nem akarja vállalni az osztályfőnökösködést abba az osztályba, ahol ilyen trógerek vannak. Most, hogy oldják meg, nem tudom. De ez most csak felkeltette nekem az érdeklődésemet, és el kell mondjam ezt a dolgot, hogy drága édesapák, nem olyan nehéz édesapának lenni. És higgyék el, hogy megéri. Higgyék el, hogy megéri, hogy akkora elégtételt ad, hogy repülgethet maga a levegőbe, akárhova, és akármerre, és csinálhat, s mászhat fel a Himalájára, mint szerencsétlen Erős Zsolt, és csinálhat akármilyen extra dolgot,
annál nagyobb elégtétel, annál nagyobb boldogság nincs az ember szívének, mint amikor látja, hogy felelősség teljesen nevel gyermekek, jól vannak, a helyen vannak, és maguk megfelelő stádiumában, maguk korának megfelelő, úgymond dolgokat csinálják, és azt helyesen csinálják. És nem kezdnek felnőttködni 12-13-14 évesen, és nem kezdnek, és nem lesznek majd infantilisek, mert kérem szépen, aztán jönnek a levelek hozzá, hogy 28 évesen ő még nincs megérve, úgy érzi, hogy még nincs még megérve a házasságra és az anyaságra. Mondom, érdekes, a 18 éves csángó leány úgy érzi, hogy megvan érve. Te, aki aztán minden információt megkaptál, mert információ döpping van, mindent, egyszer, amit lehet, a extra tanároktól a tudást megkaptad, két diplomád van, te még nem vagy megérve rá, ugye? Hát nincs, mert nincs felelősséghez szoktatva. Abban nincs, hogy nincs kitartás bennük, nincs hűség, nincs helytartás, nincs helytállás, nincs felelősség, tudat, nincs, ezek nincsenek. Ez kényelmetlen és kellemetlen, kérem szépen. Ez a nőiességgel szemben áll. Tehát a helytállás, a hűség, ők elvárnák, hogy legyen a férfi hozzá hűség, de milyen férfi? Az, aki neki békét hagy. Ugye a liberális férfi. Csak hogy a liberális férfi ellibben. Elliberalizik valamerre. Tehát erre kell figyelni, tehát nem csak édesapáknak, hanem édesanyáknak is, hogy fogadják és hagyják már békét, hogy a férfi legyen férfi mellettük akkor, amikor még a gyermekük kicsi, és utána végig, mert természetes, hogy a férfi, hogyha nem tudja férfiasságát megélni, akkor ott hagyja őket. Jó, hogyha elmegy foci meccsre, és ott kiéli, vagy elmegy halászni, mert teli van a tavak, teli vannak otthonról elmenekült horgászokkal, ugye? Elmegy horgászni, nem tudom, hogy hova elmegy a kocsmába, és rossz, hogyha teljesen elválik, és ott hagyja a családot. Tessék csak szépen elfogadni a férfiasságot, sőt, igényelni és kérni a férfiéktől, és a férjeiktől, és az élettársaiktól, és a gyermekeik apjától, és a gyermekeik nevelő apjától, ha van, hogy legyen férfias a gyermekkel, és vele szemben is mindenkivel, és tanítsa a gyermeket felelősség teljes életre, és ne korrupcióval próbálják elintézni azt, amit kihagytak, és a gyermek mellé nem ültek le tanulni, és nem tanították meg tanulni, és hagyták, hogy hogy diákcsínyeket kövessen el, mert körülbelül egyszer csinálok diákcsínyt, egyszer, de egész ezért, mit tudom én, 8 osztály diákcsínyekkel tölteni, azért kicsit sok, nem, és utána folytatni azt, miután bedugtam törvénytelenül vonal alul, bedugtam, és még mindig diákcsínyekkel folytatja. Nem mit tessék röpködni annyit a levegőbe, járjanak már a földön is két lábbal, és nézzék meg, hogy annak a gyermeknek mennyi rosszat csinálnak akkor, hogyha ha hagyják, és hogy állandóan az önök hanyagság és felelőtlensége miatt elbukik, és utána maguk kiszedik a bukásból, és úgy tesznek, mintha minden rendben lenne. A gyermeket vezetik azzal a férre. Nem csoda, hogy aztán majd depressziós lesz, vagy nem találja helyét a társadalomban, mert kiderül, hogy minden diácsinnyel nem lehet mindent elintézni. Jó? Tehát figyelem, aki boldog akar lenni, az fogadja el a férfiak, mind a férfiak a saját férfiasságukat, de főként a nők a férfiak férfiasságát, mert könnyű elfogadni a nőknek a nőiességét, könnyű elfogadni, ami kellemes, és ami megható, és szép, és rózsaszínű, és nehezebb elfogadni a hosszú távú következetességet, ugye? Ahol kell figyelni nap mint nap ugyanazt a dolgot, azt jelenti. Ahol előre kell gondolni hosszú távú következmények szintjén, hogyha én most itt ezt csinálom és ezt engedem meg, akkor majd ebből hosszú távon felfejlődve mi lesz? Nehezebben oda kell rakni, az ezt kell gondolkozni rajta, ugye? És nehezebb a gyermekkel szigorúnak lenni, mint cukorkát adni, meg engedékenynek lenni vele. De hosszú távon kérdem én, hogy melyik hozza be a maga pozitív eredményét. És fogadják el, és hogyha nem ilyenek a férfiak, kedves hölgyek, nem ilyen a férje, nem ilyen a élettársa, nem ilyen a második férje, stb., akkor igényelje tőle a férfiasságot, az, hogy önnel is kemény legyen, önnel is következetes legyen. Igenis, kérdezzem meg, hogy mire használta a konyhapénzt, hogy nem-e véletlen a konyhapénzt izére körömcsinálásra vagy hajfestésre használtas, és így tovább, mert azzal sokkal jobban boldogabbak lesznek önök is,
és az egész világ, és a gyermekeik is, mint így, hogy a valóságnak csak azt a felét fogadjuk el, ami nőies, ami kellemes, ami élvezetes, ami rózsaszínű, megható, stb., de amiért nem kell helytállni, amiért nem kell, hogy mondjam, hűségesen következetes lenni, nem kell odafigyelni, nem kell felkelni, nem kell, mit tudom én, esetleg kellemetlen vitákba belemenni, nem kell kellemetlen helyzetekbe belemenni. Nem megy az élet kellemetlenségek nélkül. Az életnek van egy olyan dolga is. És a kellemetlenségeket nem lehet mindig korrupcióval, és bájos mosolyokkal, és kisminkelt arccal elintézni, ugye, meg mit tudom, elegáns ruhákkal, és a kicsi testbedobással elintézni, mert amit úgy intéztél el, az olyan is, és úgy is marad. És hosszú távon ugye az lesz belőle. Szerencsétlenség, boldogtalanság, nyomor, kietlen öregkor, ami vár az olyan szülőkre mind, akik liberálisan nevelik és felelőtlenül, elsősorban a saját gyermekeikkel szemben felelőtlenül. Ennyit akartam mondani.